számot kérem. Február 8. Kedd. Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy kimenjek a pótkocsimet az abroncsosokhoz. Szerettem volna indulni vele. Ugyanis azt mondták, rá Németországba megyek, Zwickauba egész pontosan, és azt mondták, hogy készüljek, hogy a lerakás után valószínűleg lesz holnap délután lerakás, valószínűleg holnap este lesz egy felrakásom, tehát lehetőség szerint tisztán indul, tisztán nézők, menjek lerakni ugye. Most ez így macerás lesz, mert nekem az reggel kellett ma indulnom, hogy találják parkolót, és a többi, és a többi. Viszont így most nem nagyon. Nem hiszem, hogy lesz parkoló, mire odaérek bárhova. Az a baj, kb. Egy 10 óra lesz az legalább. Ez azt jelenti, hogy este 5-6 órára érek a környékre. És akkor meg szépen kell betelni a parkot, hát meglátom, hogy mit fog összehozni. Beszélgetéseket. Ha most 9 és 4 óra, azóta akkor még lesz két szünet. 10 és fél óra, 10, majd 11 óra. Thank you.
682 km, de mégis nem egy masszizdás, csak az a baj, az útvonal miatt ez egy macerás. És pont nem férek el. Most ír fél ötös az érkezést, akkor még Bristolnál tökölök, plusz még kettő szünet. Ah. 7-8 óra körül, hát a frányó tudja. Ne félök, felrakás után, vagy felcsatolás után is elindulok, akkor felhívom a fiúkat, hogy nem garantálom a őrzött parkolósért éjszakát. Ez Abroncsnak ez egy, nem is az kijelölt, de biztonságosabb parkoló kell, mint az általánosságot.
meg vagyunk a rakodással, mondjuk úgy, fölcsatoltam a pontot. Eltöltöttem itt egy jelentéktelen fél órát. Még kifele a portán meg kell állni. Aztán pedig amennyire lehet tűzök. Este 7, fél 7, mire én oda érnék a lerakóra.
Ja, Szlovákián keresztül megyek, meg csehen. Aztán megyek fel a Cseva kisbúrdáson a hegyekbe. Indexről, még indexről félre állt. Nem mindegy. A nénikét még nem regisztráltam, megálltam. Hely. És most itt van Szlovákia, mert erre fele jöttem.
máš auto. A jól láttam.
Я думаю, тут такие. Biztató.
Ho-ho. Kicsit igazítunk rajta, mert ez itt nem az igazi. Szünet! Na kérem.
írás lesz. Húzom miatt valaki jön, de elviszi, au! Aztán 40 perc szület. Na kérem szépen. Lejárt a pihenő. Lejárt a szület. Indulás elfele. A másikat. Pihenőbe, remélhetően még lesz hely, és aztán holnap délutánig semmi. Elég fényes. Elég itt van egy fiú, ha alakul.
autópályán a pillanat. Azt hittem. Jaj, ez meg megkérdezem, milyen út. Megy egy autó. Majd még annyi hely.
ott a tenger. És ott az első sorban is felfedeztem egy helyet. Úgyhogy menjünk az első sorba. Ahol felfedeztem egy helyet. Persze nem volt több is. Amiket egy... Jó. Szépen. Meg guri. Legyünk amennyire lehet szakszerűek. Rájunk vonalra. Nem kell ezt visszakapcsolni, hogy kikapcsoljam. És ez szerintem egy balra dőlős plac, úgyhogy... Előre haladjon a jogsávban. 8.35-öt mentünk. Nem is olyan rossz. Forduljon jobbra, majd az út végén forduljon balra. Meg szerintem holnap ki. Farász, megnézem ez a műhódképpen, de hát erre mutatta azért, szóval... Ja. Be a város fele. Azt át a városon. Az szép lesz. Ja. Oké, hát... Fájront holnap délutánig. Na kérem, egy 20 km van a lerakó. Úgyhogy megkísérlem ezt végig fölvenni. Szerintem erre van kijárat. Közben a... Pedig is... Forduljon balra, majd az út végén forduljon jobbra. Ha már felrakóról beszéltem, a felrakó címet is megkaptam közben, csak még az is tisztázva, hogy mikor kéne rakodnom. Az út végén forduljon balra. Egyelőre csak címet kaptam. Forduljon balra, majd forduljon jobbra.
már csak holnapi rakodásom lesz, mert valahol visszafele Chemnitznél mondtak egy helyet, ahol éjszakai rakodás szokott lenni, de Hofba kaptam címet, ami meg a másik irányban még kifele kell majd mennem. Majd meglátom, hogy ott lesz utána. Nem tartják az időpontot, volt aki, remélem az nem fog nekem összejönni. Nyomok neki egy választ. Volt olyan, aki valami 25-26 órát állt egy helyben és várakozott lerakodásra. Tehát elég sokan írtak róla, hogy nem tartják be, órákon keresztül átcsorognak, még a rámpán is. Valaki meg azt írja, kedvesek, gyorsak, közös, stb. Nem tudom, lehet éppen műszak kérdése. Remélem, hogy gyorsabb inkontát fogom elkapni. És akkor mint írodott, holnap reggeli rakodás lesz Hofban. Aztán majd szépen poroszka haza. Hát ez nem, ez már nem. És akkor... Mi van ma? Kett? Szerda, február 9 szerda. Akkor holnap csütörtök. Ja, vagy holnap estére. Vagy péntek hajnalra meg érek be a telepre. Aztán jöhet egy hosszabb hétvége. Lehet még esetleg belföldet kapok, hogyha már holnap estére beérek. Aztán jöhet egy hosszabb hétvége, megint egy hétvége otthon, mert szombat délután osztály találkozó.
biztos olyan, mint a farm vagy ilyesmi. Hozzájuk viszem a cuccot, de melléjük valószínűleg részraktár dolgoznak a címzettek. Kiárat következik. Na, meglátom.
személyautó bejáraton kell elmenni, személyautó bejárat fele. Emlékszem. Írták többen is, hogy nem ott van a, nem a fő bejáraton kell menni, nem a terrorútus bejáraton, vagy nem a VV része. Nyerges, mögötte még a tandem is. Most nem a traktorra gondoltam, hanem a kamionra, hogy most azt olvasnál ezek, hogy be akarják vezetni azt, hogy teljesen legális, tehát már plusz engedély nélkül közlekedhessenek így a kamionok. Aztán azért 44 tonnára nem engedélyez, hogy valami hasonló. Hát nem tudom, nekem azért 500 ló minimum kéne. Este 10 óra múlt. Most végeztem a lerakással. Úgyhogy most az lesz a program, hogy szépen megyek a felrakó felé, és majd valahol megállok, ahol tudok. 200 méter múlva forduljon jobbra, majd térjen el jobbra. Thank you.
és mindenki most megy kifelé. Az volt a program, hogy beértem ide 1-2-3, 4 óra körül, ugye 4 óra 30-as lerakásom volt, hát mostanra. De még egy jó 2 órát legalább szemben átcsorogtam, 6 óra 6 körül, 6-7 körül álltam a rampára. Most végeztek a lerakással. 4-11. Láttam egy parkolót, hát nem volt olcsó. Legalább volt benne hely. Este 10-kor nem vagyok válogatós. 100 méter múlva forduljon jobbra. Mennyire el volt dugva, azt hiszem kérdetlen. Fékhatás meg egy nagyon jó egyedül a dollával. Vizes az út, nekem meg nincs olyan súlyom. Nem is vizes, ilyen párás, nedves.
kilométer a felrakóig. Nem sokára lemegyek a pályáról. Ezt a kocsim nem akartam megelőzni, de láttam, hogy meg tudtam volna, mindegy, most már.
Na mindjárt meglátjuk, hogy mi a helyzet. Megjöttem. Na kérem, meg vagyok a rakodással. Forduljon jobbra, majd a harmadiknál forduljon balra. Szépen haladok kifele. Szemémet elhagytam, de szerencsére megtalálták a fiúk, úgyhogy minden szupi-szuper. Na azt mondja, hogy ha 20 percet le tudok faragni az időmből, akkor 100 méter múlva forduljon balra. Be is érek a telepre még ma este. Forduljon balra. Trafiznak a jó fiúk. Pont az évben, hát elég rossz helyen vannak. Már ha trafiznak, mondjuk volt valami lábas jószág. Na, ha távolsági trafizás, és szépen szedik ki a népet, vagy pedig valami megfigyelő valahol följebb. Na, itt is nem kell. Most pedig akkor jöhet a hosszú távú sprint hazafele.
mire településre akar menni, az nyilat kövesse, jó? Szerintem, hogy nekem is arra kell mennem. Térjen le az autópályán, majd forduljon balra. Most legalább van némi súlya a kerekeken, úgyhogy jobban tudok fékezni. 100 méter múlva forduljon balra. Konkrétan nem pörög, nem csúszik meg a kerék. Balra. 6-ra lehet menni. Teremtésre nem lehet menni, 7,5-nél nehezebben. Jó van. Kétekedem, hogy nem mehetek arra.
az, az a hivatalos, az első lehetséges megálló, első megállási lehetőség. De tudhatom, hogy azt itt most buktam.
aztán nem szeretnék túlvezetni. Kettő percnél van telep, úgyhogy simán odaérek egy vezetésből. Na jó, hát akkor jöhet a cseh határ, szlovák határ, magyar határ, aztán pedig a telep is. Aztán a hétre vége. Belföldeseket megkérdezték, holnap kibírják nélkülem. Elvileg itt összepakoltam a kocsiban mindent, úgyhogy kivéve a hűtőbe. Úgyhogy le is tudok majd lépni elég hamar. Na jó, nyomás előre. Na kérem, nem sokára. Érkezem a szlovák határa.
megállunk. 100 méter múlva haladjon egyenesen előre, majd az út végén forduljon balra. Azt mondjuk, hogy... Nénikén igen, kicsit gyors voltam. Szlovákia.
beértem magyarba. Szépen haladok előre. Aztán lassan meg beérök telepre. Nem kérem. Nem sokára érkezem a telepre. És hát igen. India, amikor még megvolt a, még a navigáció mutatta az eredeti utat, és elindultam a felrakóra, akkor még azt tippeltem, hogy este 10-re érek csak ide. Kettő pihenővel, meg plusz, kettő szerintem plusz útvonalval. Viszont itt kiderült a... Volt egy rövidebb út is, a vége a 6-oson, Cseper. Amit a... Navi azért nem akart nekem ott megadni, mert neki az végig tilalmakkal volt tűzdelve, hát igen, mégis súlykorlátok voltak, de senki nem vette figyelembe. A kamionok így oda-vissza mentek, szabadon rendőrök sem azért fogta meg a senkit. Lényeg azzal is spóroltam egy jó fél-három-négy órát, vagy még egy, vagy akár egy órát is. És plusz ezáltal elég volt egy szünet is, nem kellett kettő, úgyhogy szereztem magam a kettő órát. Szerethettem volna, hogy nekem mindegy. Új ablak törő lapádon mindig így cipelgetem magammal.
átért. Megérkezett az úti célhoz. Na megjöttem.